Hallgassuk meg Isten igényét, azután pedig hívjuk segítségül az ő nevét, hogy ő maga szentelje meg kegyelmes jelenlétével ezt a felújított házat és orgonát, amelyet szolgálatára szántunk. Kondor Péter evangélikus püspök tartotta meg az első Isten tiszteletet a felújított templomban Kismányokon november 13-án. Az időpont sem volt véletlen, hiszen a faluban 303 évvel ezelőtt, november 11-én tartották az első Isten tiszteletet. Hát az idén olyan jó volt hozzánk a jó Isten, hogy adott pénzt, hogy fel tudjuk újítani a közel 300 éves evangélikus templomunkat, és a templom szentelési, a hálaadó Isten tiszteletet Esperes úrral, meg mi is a német önkormányzat úgy gondoltuk, hogy alkalmasabb időpontot nem is találhatnánk, mint a kismányoki evangélikus búcsú napja. És ezért vagyunk ma itt a templomban, hogy búcsút tartsunk, és hogy hálát adjunk a jó Istennek. 1945-ig Kismányok egy szintiszta német ajkú és evangélikus település volt. Akkoriban a kismányoki evangélikus búcsuk 3 napig tartottak. Majd a rendszerváltást követően teljesen eltűntek. A német önkormányzata megalakulását követően újra visszahozta a köztudatba. Természetesen nem tudjuk az eredeti forgatókönyv szerint 3 napban megtartani, hanem 1 délutánba zsúfoljuk bele, de azóta, mióta mi megalakultunk, visszahoztuk a köztudatba. Köztudatba a német evangélikus búcsút. Annak ellenére, hogy 45-ig szintiszta német ajkú település volt, a deportálások, az elhurcolások, az úgynevezett kitelepítés a negyedére csökkentették a falu német ajkú lakosságát. És ez az utóbbi időben még kevesebb lett, hiszen van elvándorlás, bevándorlás is. Ennek ellenére mégis próbálják életben tartani a hagyományokat. Az ünnepi istentiszteleten Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is jelen volt, aki már visszatérő vendége a településnek. Ez a mai egy örömünnep, hiszen a templom felújítása az mindannyiunk számára öröm, és itt azért az a német közösség, amelyik él és a hagyományait őrzi, fontos számunkra, hiszen ennek az országnak a nemzeti kisebbségek államalkotó tényezői, és ez fontos, hiszen ők a kultúrájukkal és a hagyományaikkal olyan értéket képviselnek, amit magyarként, de német nemzetiségüként számunkra is, és minket is gazdagítanak. Hozzáteszem, van egy személyes motívum is, mert az édesanyám részéről a felmenőim szintén osztrák, német és sváb származásúak. Úgy, ahogy mi egyébként elvárjuk, és számunkra fontos az, hogy a szomszédországokban élő magyar közösségeink az identitásukat megőrizhessék, ezt ugyanígy szeretnénk mi megadni, és meg is adjuk azoknak, akik itt élnek, hiszen számukra a helyi és a regionális, illetve az országos önkormányzatokon keresztül egy olyan autonómiát is biztosítunk, amivel ezt az identitást ők a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki számára biztosítani tudják. Én úgy gondolom, hogy a versben is van a templom és az iskola, ha ezeket megőrizzük, és ahogy ezeket a közösségek megőrzik, ez nyilvánvalóvá teszi, hogy a jövőben is biztosítható az önazonosság megőrzése, és ezek az értékek, ezek gazdagítják nem csak Magyarországot, nem csak Tolna megyét, a térséget, hanem én úgy gondolom, hogy egész Európát is. Igazán ez jelenti a diverzitást, a sokszínűséget. Az egyházi épület közel 45 millió forintból újult meg. A templomot az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárság támogatta, a magyar kormány természetesen, és egyrészt a magyar templom felújítási program keretében kaptunk 14.935.200 forintot, másrészt a nemzetiségi oldalról, keretből kaptunk 10 millió forintot. Ebből tudtuk megújítani a templom részleges külső vakolatcseréjét, festését, vízelvezetést megoldottuk, illetve belülről részben a padozatot kicseréltük, illetve belül vakolatcsere és festés történt meg, valamint az egész templom szigetelése készült el. A kismányoki közösség egy rendkívül kis közösség, az evangélikus részét illetően
hiszen az itteni falut 46-ban nagyon nagy részben kitelepítették. Így egy sokkal kisebb, erőtlenebb létszámú gyülekezet maradt, amely mára megfogyatkozott, idősebbek lettek, és azt gondolom, hogy számukra ez tényleg csoda, hogy ez a templom most meg tudott újulni, kívül belül. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, a magyar kormánynak kiemelten fontosak az egyházi beruházások. Az elmúlt néhány évben a Kárpát-medencében a magyar kormány segítségével 3000 templomot, egyházi közösségi teret sikerült felújítanunk. Ezekből kb. 1600-at Magyarországon. Örülünk annak, hogy a Kismányoki Evangélikus templom is itt a körzetemben, csak úgy, mint hasonló evangélikus, katolikus, református templomok megújulhatott, megszépülhetett. Most az elmúlt időszakban a magyar kormány ezt a beruházást 25 millió forinttal támogatta, de közel ennyit tudtak hozzátenni az egyház részéről, az evangélikus egyház részéről, illetve a kismányoki és a környékbeli lakosok. Nem csak azért fontos ez a templom, mert evangélikus, hanem azért is, mert itt a környékben az evangélikusok német nemzetiségűek, és én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak akkor lehetnek elvárásai a szomszédos országok tekintetében a magyar nemzeti közösségek érdekében, hogyha mi is mindent megteszünk a magyarországi nemzetiségiekért. Az 1788-ban felszentelt templomon, az orgona restaurálásán és a torony felújításán kívül nem történt még ilyen nagy volumenű beruházás.